Nézd minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az objektív hírszolgáltatásért alapítványnak. Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm Önöket, ezt a Vox 2024 és Soproni Tamással indítjuk ezt a mai napot a Momentum jelöltje a polgármesteri pozícióra, amiként most is polgármesterek a Így. Köszönöm, Köszönöm a Örülök, hogy itt van. És hát ott is azért érdekes annyiból a helyzet, hogy voltak éppen csak a Momentum indítja polgármesterként, miközben az ellenzéki pártok nem indítanak önnel szemben jelöltet. Ez már valami lehet mondani. Hát igen, ez a technikai jellegű megoldás, mint ami Karácsony Gergely estében is meg kellett lépni, mivel lett ez a kiváló a rendszernek kedvező, a Fidesznek mindig kedvező választási törvénymódosítás, ezért aztán minden pártnak, ugye, vagy három jelöltet kell különállítani, vagy egy jelöltet? Mi támogatjuk Karácsony Gergelyt, támogatjuk a, a hát ugye, a Budapesten szinte az összes kerületben sikerült egy jelöltet állítani, és nálunk is szerencsére támogat a párbeszéd, a DK és az LMP is. Van a Fidesz-KDMP-nek egy jelöltje, és van egy korábban még önnel együttműködő jelölt is, Balázs György személyében. Vele mi történt, hogy szembefordult önnel? Vagy egészen pontosan kettőjük között mi történt? Ez nem kettőnk őt szól, nyilván az MSZP-nek elég sötét árnya van azért a részvárosban a 2000 éveknek a a, hát akkor el is ítélték, ugye az Andrási úti ingatlan Panamák ügyét talán sokan ismerik, e, az úriember ember pedig egy fedezet elvonó szerződéssel szerette volna megrövidíteni az önkormányzatot. Mi ezt nem engedtük, a koalíciónk, és egyébként fel is szólítottuk, hogy adja vissza a mandátumát, ezt nem tette meg, nem csak én, meg a DK-s képviselők, a fideszesek is teszem hozzá, tehát ebben sikerült valóban konszenzus teremteni. Én, én azt látom egyébként, hogy helyben nagy viták nincsenek, és alapvetően támogatóak a terézvárosák szerencsére. 58 százalék volt, vagy 57 és fél százalék, a múltkor nyert egy ilyen elégedett lenne most is? Természetesen. Ha a terézvárosák többsége támogatna, illetve a csapatomat is, ez nagyon fontos persze, hiszen egy polgármester önmagában semmit sem ér, az elégedett az egy visszajelzés a munkánkra, hogy valóban jót tettünk. És én azt látom egyébként, hogy amíg a Fideszes írában, inkább kullogtunk más kerületek után, Terézváros most már diktálja a tempót Budapestnek, és elindítottuk az elmúlt 30 év legnagyobb közterületfejlesztési programját, olyan homlokzatfelújítás támogatásunk van, amiben 80%-át fizetjük a homlokzatfelújításnak, tehát hogy elképesztő fejlődésnek, fejlődésen ment keresztül Terézváros, erre hát büszkék vagyunk. Ez érdekes, hogy pont ezt mondja, mert a Fidesz jelöltje épp ezt veti a szemére, hogy hát a homlokzatokat azok hogy néznek ki, hogy néznek ki ezek a házak. Nem szívesen beszélek nyilván a Fidesz jelöltjéről, mert, mert Velük szemben mi nem folytatunk lejárató kampányt, és nem, nem, nem folytatunk negatív kampányt, ez nekem egy nagyon fontos feltételem volt. Én sokkal büszkébben fogok tükörbe nézni, bármi is lesz eredmény, ha nem tettem ilyet, és engem. Én szerintem van egy feladatom is, hogy a, köz, a magyarországi közbeszédet egy kicsit javítsuk. Éppen ezért például március 15-én, hiába volt már kb. elindult a választási kampány. Én elhívtam most is, mint ahogy mindig megtettem, a Fideszes helyi vezetőt, ebben az esetben ezt az ellenfelemet, Kovács Bálás Norbertet, hogy mondja ő is beszédet az önkormányzat rendezvényén. És mi nagyon sok ilyen gesztus gyakorlunk, mert szerintem csak úgy lehet meggyújtani az országot, ha kicsiben elkezdjük, és hát ha akkor majd esetleg. De a másik részéről sem durva a kampány, amennyire én ezt így látom. Hát lehet, hogy, hogy lelkileg nekem egy kicsit rosszabb helyben, ahol, amiket, amiket hazudoznak, ugye itt mindenféle megkárosításról és hasonlóról, de mi a Terézvárosiakkal foglalkozunk, és azzal, hogy milyen víziót jelölünk ki a város? Miért a Podbanicki utcába ligetet 2019-ben? Hát olyan nagy Liget nem valósult meg, de hát nyilván ennek számtalan oka van. Igen, és ez egy nagyon uh, érdekes próbálkozásunk volt nekünk, hiszen ugye ez a terület, amiről beszélünk, ez a kormánynak a, hát MNV tulajdonában áll, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőjében. És uh, én gondoltam, hogy mint kerületi polgármester azért uh, egyeztessünk a kormányjal. Hát ha van nyitottság. És uh, egyébként értő, támogató fülekre találtam, hogy Lázár János minisztériumához tartozik ez a terület, vagy ez a téma, és Csepregi Rándor államtitkárral is tárgyaltunk erről, és nyitottság volt abban, hogy megnyitjuk ezt a területet, és az önkormányzat megkapja ideiglenesen, mi pedig ezt hát kifizetjük, álljuk a cehket, ugye a parkálakításét. Mm. Um, mi megcsináltuk a mi dolgunkat, levelezgettünk, tárgyaltunk, aztán egyszer csak elhalt ez a tárgyalás, és pár hónapra rá kinevezték ugye az ellenfelemet Kovács Norbert urat, valami miniszteri biztosnak, ezért a területért felelős miniszteri biztosnak, akinek június 30-en jár le ráadásul a mandátum erre. Az... De vele már ebben nem lehetett szót érteni? Hát, ég, ú, nem hát ő pont ezt a kerületet. Kiválóan együttműködnék, de nem nagyon keresett el, inkább hát, hogy mondjam, köpködés uh, és szidalmaz. Úgyhogy ez nagyon sajnálom, mert szerintem fontos az, hogy a mindenkori kormány a polgármesterek megpróbáljanak a helyi helyiek érdekében együttműködni. Mi próbálkoztunk, de szerintem júniusban újra visszaülünk ahhoz a tárgyalóasztalhoz a kormányjal. Faültetés. Ugye a hatodik kerületnek ez egy nagyon fontos kérdés volt, és hát számtalan belvárosi kerületnek mu muszáj problémája, Abszolút. hogy elfelejtettek fákat ültetni akkor, amikor aszfaltozták az utcákat. De. Ráadásul annyira szorosak, szűkek ezek az utcák sok esetben, hogy nem is megy oda be olyan sok fény. Ezzel mennyire boldogult? Erre nagyon büszke vagyok, éppen most kutatjuk a helytörténetben, hogy mikor volt utajára olyan, hogy egy fasort, egy új fasort ültettek Terézvárosban, és ugye mi ezt most megtettük a Csengeri utcában, ahol soha nem volt fa, faltól falig feljutottuk, és egy 32 fából álló fasort telepítettünk, és ez nagyon izgalmas egyébként, mert hát a mi kis léptékeinkkel természetesen, de mégiscsak történelmi dolog, és nagyon sok helyre, ahol találunk zöld, ahol fel lehet törni a betont, ahol nincsen gázvezeték és hasonló, oda ültetünk fát, úgyhogy közösségi kert hoztunk létre, ugye ebben sem sikerült előrelépni szerencsére az most, elmúlt években. Most az a plakátja, hogy fák rend soproni. Így. Ebből a rend az mennyire hangsúlyos, illetve mennyire hiányzik a helyieknek? Szerintem minden polgármester szükségszerűen rendpárti. Mindenki azt akarja, hogy ahogy az otthonában is rend van, úgy az utcán is legyen rend, ami nem csak a biztonságot értem ez alatt, de a tisztaságot is például. Az elmúlt években Budapesten egyedülálló módon létrehoztunk egy köztisztasági forró drótot, amelyet bárki felhív, viccen kívül 10-20 percen belül kimondnak a kollégák, és összeszedik azt a nagyobb hulladékot, amit ott még valaki látott. Ebben nagyon meg a köztisztasági kiadásainkat, a rendőrségnek pedig 150 új térfigyelő helyeztünk ki, ami, hát hogy mondjam, ez egy főre eső, egy négyzetméterre eső térfigyelő számában azt hiszem, hogy vezetünk egész országban. És ez segített egyébként a rendvédelmi problémákon? Korábban sokkal több olyan panasz volt, amikor valaki meghúzták az autóját, most ugye nálunk nincs nagy bűnözés, tehát hogy nem, súlyosabb problémák nincsenek, de akkor is jó vagy gyakoribb az, hogy még egy térfi hogy például ezt észleli. A rendőrség nagyon sok kifosztást villamos megállóban alapvetően részeg embereket szokta kifosztani, kapott el, úgyhogy ennyiben mindenképpen persze. Mit ígért a következő évekre? Igen, gondolkoztunk, hogy persze ilyenkor mindenki azt mondja, hogy folytatjuk. Lenne egy kicsit többet nekünk van egy. Hát ez a Fidesz kampány. Ez a... volt pár mind, minden kormányon lévő tulajdonképpen azt tudja mondani, hogy már láttátok azt, hogy mi mit csinálunk. És én ezt egy kicsit azért kibontottuk. A Terézváros 20 2030 programnak van egy weboldala, ami egy térkép van, egy interaktív térkép, ahol minden fejlesztésünk, amit tervezünk, annak ott van a kiviteli terve, engedélyezési terve, éppen amilyen fázisban jár, és aztán nagyon fontos, hogy az emberek megnézhetik azt, hogy mire szavaznak.

itt születtem, mindig kritizáltam egyébként a, 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 a helyi, a közterületeket, a régi problémákat, amiket nem oldottak meg 40 éve konkrétan, és most megkaptam egy lehetőséget erre, egy felhatalmazást, amit én nagyon-nagyon szeretek csinálni. Egy dolgot, hogy amit nem szeretek benne, az a politika. Az, a, az pontosan az a mocskódás, amit azért még így is kapunk. És én arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt négy és fél évben, mondjuk a kampány előtt, még az ellenzéki, a helyben ellenzéki képviselőkkel is sikerült kultúráltan megtalálni a hangot, sikerült befogadni mondjuk előterjesztéseiket, módosító indítványaikat, és, és szerintem mondom, ez még egy ilyen extra misszió talán ebben a feladatban, hogy, hogy, a közbeszédet Magyarországon egy kicsit egészségesebbé tegyük. Hú, az egy szép felállás, tehát Igen. kicsit nehezebb itt fát telepíteni. Ha kicsit nehezebb, pedig az sem könnyű. Pedig az sem lehet egyszerű. Ön a frakciójának is vezetője volt a, a fővárosi közgyűlésben a Momentum milyen helyzetben van, akkor ennek jegyében megkérdezem, mert mindenféléket beszélnek. Ugye eljön egy Momentumos politikus, vagy azt mondja, hogy nincsen semmi baj, vagy azt mondja, hogy igen, érezzük a problémát. Ugye mind a kettőt ezen a héten lehetett itt hallani a egyenes beszéd című Ön hogy látja? Hát Budapesten én azt gondolom, hogy külön listán indulunk, de Karácsony Gergelyt támogatjuk és én azt vettem észre, mint, mint uh, a frakciónk vezetője az elmúlt években, hogy nyilván ez egy sokszínű frakció, és kicsit talán más gondolunk a várossal, akár szociális, akár városfejlesztési ügyekről. Az volt a fura nekem, hogy mi képviseljük szerintem Karácsony Gergelynek a, a, a legzöldebb és Karácsony Gergelyes arcát, a politikáját. Mi támogattuk a főpolgármestert, minden Talán bizonyos embereknek radikális fejlesztésekben, tudom, hogy sokan nem szeretnek, de mi ebbe beleálltunk. Akár a parkolási díjak megemelése a belvárosban, hiszen nagyon szükséges volt, akár a biciklisávokra gondolunk itt. Nagyon sok ilyen fejlesztés volt, amiben, amiben kritikát kapott a főpolgármester, lánchidra is gondolhatunk. Mi mindig mellette álltunk ebben. Úgyhogy aki azt szeretné, hogy Budapesten ez ez a hang továbbra is ott a fővárosi közgyűlésben, az azt kérem, hogy szavazzon a Momentumra, hiszen mi erősítjük ilyen formán Karácsony Gergelyt is. Kiszapárt mennyire zavar be az életükbe, mint a Momentuméba, a, a pártéba nekem ez a fővárosi indulás, ez nagyon meglepett, őszinte leszek. És most nem is csak a helyi polgármestere jöhetek, én nem láttam még, nem hallottam túl sok politikát tőlük, hogy ők mi történik, mit ígérnek, hanem a fővárosi listára gondolok inkább. Én egy dolgot hallottam Magyar Péterről egy kommentjében, azt hiszem, ez a kedvenc kommunikációs forma talán, hogy, hogy ő a, a, a Dunai építési szabályzatnak a módosításával nem értett egyet, amiben nekem egy az jött le, hogy a belvárosból raknánk át ezeket a kereskedelmi hajókat kicsit a, a külvárosba, mint hogyha a cégek álláspontját képviselte volna. És én annyira kíváncsi vagyok, hogy mi a vízió akkor most megmarad a körúti vagy egyébként? Mi lesz a, külvár... Mi lesz a panelprogrammal, amelyet Karácsony Gergely ígért? Tehát, hogy, hogy valaki mondjon már valamit, hogy miért szavazom bárki Budapesten a Tiszapártra. Én, én azt gondolom, hogy a budapesti választók vannak olyan okosak, hogy ők kíváncsi a programra, vagy pedig teljesítményre legalább. Én ezt várom. Nyilván előbb-utóbb erre mondani -e kell valamit neki is, mint a Fárom sa, hogy ön is három hét és két nap. Akar. Hát ennyi Ingen, van hátra. Ennyi. Nagyon várja a végét? Nem mondom, hogy nem vagyok fáradt. Egy picit. Sopradi, Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm a